Mi az, ami megszólított engem Verdiben? Az egyszerűsége, mint zeneszerző, mint ember, és a hite. Az a fajta zeneszerző, akinek olyan természetes volt, beszélgettünk sokszor Vásári Tamással, és Vásári Tamás mondta, hogy azt mondja, én nem hiszek, én tudom, hogy van Isten. És ezt tudnám mondani igazából, Verdi is nem csak hitte, hanem tudta, hogy van Isten. Nagyon érdekes volt, amit a Giuseppe Strepponi, az ő drága felesége mondott róla, hogy Verdiben a zeneszerzőt felülmúlja az ember. A zeneszerzőt és a művészt felülmúlja az emberi tartás. És ez engem nagyon megragadott, mert gondolkoztam, hogy igazából kihez tudnám hasonlítani. Igazából a mi Liszt Ferencünkre tudnám hasonlítani, akinek a hite, akinek az emberi tartása, akinek a humánussága, akinek a harcossága, akinek az egyenes gerince. És őhozzá tudnám igazából ezt a csodálatos, rettenetesen kemény embert, rettenetesen egyszerű embert, mert Verdi az volt, egyszerű és büszke, mint a legtöbb olyan ember, aki a legkisebb helyről jön, nem faluból, hanem tanyáról. És amikor én Verdit énekelek, én egyszerűen egy olyan fajta kapcsolatba kerülök az éggel, az Istennel, a mennyek országával. És ezt tényleg, én ezt így élem meg, hogy felemelkedek, tehát valami erő, valami, ami Verdi zenéjében van, Verdiből az az energia, az a hit felemel engem, és oda tesz, ahol jól érzem magam. Ács Jánossal, Muskát Andrással összeültünk, hogy legméltóbban úgy tudjuk megünnepelni Verdit, hogyha olyan dalokat énekelünk, amiket igazából nem is nagyon szoktak énekelni, mert nagyon-nagyon igényes és nagyon nehéz. Fognak hallani két magyarországi ősbemutatót, ami szerintem soha senki nem énekelte itt Magyarországon. Ezzel kezdem az egész estet, és nagyon érdekes, nem volt véletlen, hogy így választottuk. La preghiera del poeta, a poétának, én inkább ebben a értelemben a művésznek az imáját az Istenhez, ami abszolút Verdihez méltó, és a végét, az egész koncertnek a végét két részletben gondoltuk, első felében dalokat, másodikban pedig opera részleteket, duetteket, operáriákat, és az utolsóhoz nagyon jól szinkronizál az első és az utolsó, mert az utolsó duett az a gyönyörű Aidából van, a negyedik felvonásból, amikor Aida és Radames elbúcsúzik a földtől, elbúcsúzik a földi fájdalmaktól, elbúcsúzik magától, a földi élettől, és olyan reményben, ami Verdinek az egész életét belengte, a hit és a transzcendencia, az, ami, ahogy a lélek tovább él. Verdinek a spiritualitása az első dalban akartam megmutatni, és az utolsóban. De végig lengi ez az egész Verdinek a művészetét, a lélek útját, Verdi lélek útját szeretnénk bemutatni. És nagyon érdekes, hogy a La Preghiera del Poetában azt tudnám mondani, hogy végül is egy művésznek, tehát a mi, hogy szokták ezt mondani, a mi hitvallásunk is ez Ács Jánosnak, Muskát Andrásnak és az enyémnek is, mert aki igazi művész, az azt vallja, hogy az ember imádkozik az Istenhez azért, hogyha eljön a halál, akkor a halál felemelő legyen egy művésznek. A halálban az Isten ne hagyja ott egyedül, hanem úgy érje a halál egy művészt, hogy ez nagyon érdekesen mondja ebben a darabban, az első darabban, hogy a hárfán, tehát a művészeten legyen rajta az ember keze, a művész keze, és a szeme pedig az ég felé. És ennél szebb dolog nincs, hogy az ember a művészetével ad egy olyat, ami úgy szeretném, hogy a művészetemet itt hagyom, az emlékemet itt hagyom, de én, hogy segíts engem az utamon,
a lelkem tovább szálljon hozzád, Uram.